A demokratikus koalíció szerint földmutyi, trafikmutyi, takarékszövetkezeti mutyi, patika mutyi, és most itthon a pénztárgép mutyi. Szabó Zoltán a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Az, amit lehet mutyizni a pénztárgépekkel? Még a sorozatból tulajdonképpen ki is maradt a kaszinó mutyi, vagy pénznyerő automata mutyi, úgyhogy még egy van a sorban. A pénztárgépekkel azt lehet mutyizni, hogy engedélyeztetni kell az új típusú pénztárgépeket, amelyek online kapcsolatban vannak a Nemzeti Adó és Vámhivatallal, azt hiszem most így hívják, és megbírságolják azokat az üzleteket, pontosabban azokat a vállalkozókat, akiknek az üzletében szeptember 1-től nincs ilyen, vagy legalábbis nem adtak le rendelést egy ilyenre. Ebben még mi a mutyi? Tehát ez ebben a törvényi előírás? Ebben még nincs mutyi, ez a törvényi előírás. Nos, az engedélyeztetés a következőképpen történt. Eddig egy, azaz egyféle gépre adtak ki engedélyt, ez egy Lengyelországban gyártott gép. Igen, erre mondta Schálling József, én kérdeztem, hogy ez milyen gép, és mondta, hogy hát mit tudja ő, valószínű polszki fiát. Valami ilyesmi, és Magyarországon 3 cég forgalmazza. Egy nappal azelőtt, hogy ezt az engedélyt kiadták, a Nemzeti NAV, igen, tehát a NAV honlapján megjelent egy, mint egy 13 oldalnyi további feltétel, hogy mit kell még tudnia egy ilyen gépnek, ezekről korábban nem volt szó. Mit kell tudnia? Nem tudom, mert mosogat, főz, nem, vagy... nem tudom, mert azóta ezt eltávolították onnan, de minden esetre... Kell tudnia? De kell tudnia, tudnélik. A már kiadott engedélyre, tehát az a gép, amire már kiadták az engedélyt, annak 60 napja van arra, hogy kvázi bepótolja ezt a tananyagot, tehát 60 napon belül kell felkészíteni arra, hogy ezt mind tudja. Új engedély viszont csak olyan gépre adható ki, ami ezeket már mind tudja. Mindebből az következik, hogy a 250 ezer üzlet döntő többségében ez a gép lesz megrendelve, bocsánat, ez nagyon csúnya volt, tehát ezt a gépet fogják megrendelni. Ami az előírásoknak megfelelően mindent tud, amit szeretne a NAV. Nem, ez még nem tud mindent, amit szeretne a NAV, de majd 60 nap múlva fogja tudni, amit a NAV szeretne. Várjon, tehát van egy gyártócég, van 3 hazai magyar forgalmazó. Amit gyárt a lengyel cég, és forgalmaznak a magyar forgalmazók, azok a gépek, hát gyakorlatilag egyfélék, tehát az egyféle gép. Van egy előírás, hogy mit kell tudni a pénztárgépnek, de amit pillanatnyilag lehet kapni 3 forgalmazótól, azok a gépek nem tudják. Azok még nem tudják, de az előírás úgy vonatkozik rájuk, hogy 60 napjuk van arra az új feltételek közzétételétől számítva, hogy erre fölkészítsék őket. Majd lesz egy szoftverfrissítés. Nyilván. Ezzel szemben azokat az összes többi gépet, az gépre csak úgy lehet már kiadni az engedélyt, hogy azok már mindezt a 13 oldalnyi feltételt teljesítik. Amiből az következik, hogy tekintettel arra, hogy az üzlettulajdonosok nyilván nem akarnak majd komoly bírságokat fizetni, meg fogják venni az egyetlen olyan gépet, ami pillanatnyilag nem megvenni, csak rendelni, meg fogják rendelni az egyetlen olyan gépet, ami pillanatnyilag engedéllyel rendelkezik. Nos, ezt a gépet... Egyik se tud mindent, ami az elvárás, nem, csak egynek nem, van engedélye. Így, de csak egynek van engedélye. De most ha nem lenne ez a 13 oldalnyi elvárás, akkor is csak ezt tudnák megvenni. Valószínűleg akkor is csak ezt tudnák megvenni, de akkor mondjuk lehetne azt mondani, hogy bocsánat, itt van még 23 olyan fajta gép, ami tudja mindazt, amit a nemzeti adat. Van egyébként a piacon. Van sokféle gép a piacon, ami általában alkalmas erre az online kapcsolatra a nemzeti adó és vámhivatallal, hogy melyik mit de tud, azt persze nem tudom. Ezt kell megvenni. De most, és akkor mit tudunk erről a lengyel gyártóról, vagy a 3 hazai forgalmazóról, vagy a szoftver frissítőről, hol a mutyi ön szerint? A mutyi ott van, én szerintem, hogy ez ugye 250 ezer gép, darabja 170 ezer forint nettó, tehát az adó nélkül, ez egy olyan 40-50 milliárdos piac. A gyártócég durván 100 ezer forintért adja a gép darabját, a 70 ezer forinton osztozik a 70 ezer forint különbözeten osztozik a 3 forgalmazó ez cég. Ez az árrés rajta? Igen, és az a cég, amelyik ebbe a gépbe beleszereli az úgynevezett központi egységet, vagy adó nem tudom milyen egységet,
ez a cég... A szimkártyás, igen, valamilyen egységet, ez a cég a Neti Kft., amely a Puskás Tivadar közalapítvány tulajdonában van, kizárólagos tulajdonában, a Puskás Tivadar közalapítvány pedig közalapítvány alapító jogait pedig 2010 óta mit tesz Isten Pintér Sándor belügyminiszter gyakorolja. Hát ez egy közalapítvány, tehát ez nem a Pintérnek a cége. Ez nem a Pintérnek a cége, közben van iktatva egy közalapítvány. De ez a Neti Kft., ez a közalapítványnak a... Ez a közalapítvány cége, a közalapítvány fölött pedig az alapító jogokat. De a Neti Sándor... Kft. Az egy gazdasági társaság, az egy az, Kft. Az egy, az egy Kft., amelyik informatikai tanácsadással és egyéb informatikai fejlesztésekkel foglalkozik. Ezt a mutyi tehát ott van, hogy a gépek beszerzési áva és eladási áva közötti különbözeten 4 a kormány által kiválasztott cég, 3 forgalmazó cég, és negyedikként ez a Puskás Tivadar közalapítvány tulajdonában lévő, és végső soron Pintér Sándor által felügyelt cég osztozik. Eleve ez a mondjuk úgy árrés, 100 ezer forintért szerzek valamit a gyártótól, és 170-ért adom el, ez egy ilyen megszokott árrés? Tehát körülbelül ekkora különbséggel szoktak dolgozni az ilyen műszaki cikkeket árusítok? Elég tisztességes árrés, ekkora marzsal nem szokott dolgozni egy forgalmazó cég tekintettel arra, hogy a piacon verseny van, és a verseny arra kényszeríti a cégeket, hogy az árést mérsékeljék. Itt azonban nincs verseny, hiszen a kormány gondoskodott arról, hogy ne legyen verseny, ezért aztán a cégeknek nem kell árversenyt folytatniuk egymással, hogy melyik tud többet eladni, mert hiszen ők hárman vannak a piacon, és senki egyéb. És ez a három, rendes erről a háromról esetben, egyébként tudunk valamit? Erről nem, a háromról, nem. Én próbálkoztam a... NAV? Nem a NAV, a céginformációs rendszerben próbálkoztam utána nézni. Különösebb dolgot nem találtam róla. Azt lehet tudni, hogy a három közül az egyik az erősen lengyel érdekeltségű, a másik kettő... Mint a gyártó. A másik kettőben nem találtam külföldit, ettől persze még lehet. Nem tudunk róluk többet, annyit tudunk, hogy ez három olyan cég, amit a kormány kiválasztott, nem kormányhatározattal választotta ki, csak olyan helyzetet teremtett, hogy ők hárman osztozhatnak, plusz negyedikként a Neti. De hogy teremtett ilyen helyzetet? Ez nem volt közbeszerző semmi. Hogy kerültek ők ide? Hogy egyszerűen... még egyszer mondom. Hát, ők hárman forgalmazzák az egyetlen gépet, ami jelen pillanatban megfelel, és gondoskodtak arról, hogy belátható időn belül ne is legyen másik olyan gép, ami a NAV-nak megfelel. Ennek következtében 250 ezerből nem tudom megmondani, hogy mennyi, de nyilván elég jelentős számú üzlet ezt a gépet fogja megrendelni. Ha egyszer nincs más. Hát ha egyszer nincs más. Hát akkor 250 ezer fogja megrendelni. Lehet, hogy augusztus 31-ére kap más is engedélyt, és akkor lesz 20 olyan üzlet, ami más gépet rendel meg, de egyelőre nincs. Pillanatnyilag nincs. Azt igazából nem értem, hogy az egész pénztárgép online bekötése a NAV-hoz, az bevételnövelő hatás érdekében jön létre, meg tisztán látás, meg nem tudom micsoda. Szóval ez a költségvetésnek egy komoly bevételt jelenthet. Ezért csinálja a kormány. Közben most meg a magyar közlönyben olvashattuk, hogy a pénztárgépek beszerzésére különítel 13 milliárd forintot a rendkívüli kormányzati intézkedések keretéből a kormány. Ez most kinek, vagy hol? A boltosok kapják ezt a 13 milliárdot? Erről lehet valamit tudni? Erről én nem tudok semmit, feltételezem, hogy a kormány arra azokra a gépekre különített most el 13 milliárd forintot, amelyek állami tulajdonban lévő olyan cégek, amelyeknek ugyancsak számlázniuk kell. Hát azért ilyen van. Aha. Feltételezem, nem tudom. Jaj, tehát... Tehát megpróbáltam így arra gondolni, hogy biztos megsegítik a boltosokat, hogy ne legyen nekik olyan drága. Hát én ezt is el tudom képzelni erről a jó szívű kormányról, különös tekintettel arra, hogyha az illető boltos, hát mondjuk időnként a
civil összefogás fórum által szervezett nemzeti milyen menet, békemenetben szokott masírozni, de ezt nem tudom, még egyszer mondom, én feltételezem, hogy ez a 13 milliárd arra van elkülönítve, hogy állami tulajdonú cégek is beszerezzék ezeket. De hát ahhoz ez nagyon sok, hiszen az egész 40-50 milliárd, és ezért hála Istennek, vagy Orbán Viktor szerint valószínűleg sajnos, a cégek vagy gazdasági társaságok egyharmada még nincs állami tulajdonban. Hát akkor ez a nap rejtélye, hogy milyen pénztárgépek beszerzését támogatja az állam rendkívüli keretből, meg hogy lesznek-e újabb engedélyes gépek a piacon szeptember 1-ig.